A General Inspect Kft. 1986-ban alakult. Vállalatunk már a 20 000 négyzetméter területű telephelyeken működik. Járműparkunk jelenleg 23 darab 40 tonnás szerelvényből és 7 darab 12 tonnás tehergépkocsiból áll. Főtevékenységi körünk a nemzetközi árufuvarozás. Célpiacunk a nyugat-európai import-export vállalatok, valamint a legnagyobb gyártók. Nagy mennyiségben acélárut, papírárut és szerelvényeket fuvarozunk. Jelentősebb megbízóinkkal kapcsolatunk több mint 20 éve folyamatos. Megrendelőink bizalommal fordulnak felénk, hiszen gondoskodunk róla, hogy küldeménye eljusson időben. Bárhova, bármilyen körülmények között. General International Transport. Szép jó estét kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit innen a Dunaújváros labdarúgó stadionból. Az idei szezon utolsó hazai bajnoki mérkőzését játssza a Dunaújváros. Ezt azért érdemes kihangsúlyozni, hogy bajnoki, hiszen még lesz egy magyar kupa mérkőzésünk 29-én szerdán, úgyhogy arra már most nagy szeretettel invitálok mindenkit, hogy jöjjön, hiszen az egy jó kis meccs lesz a bal az Újváros ellen, akiknek a megfigyelői itt vannak a pályán. Őket már régóta ismerjük, de a mai alkalommal ugye most még a bajnoki pontokért játszunk, mégpedig a pirosmezes hazai együttes, a fehérmezes Paks gárdája ellen. 20-assal a vendégeknél Zahán, 22-es Bagó, 30-as Nagy Ádám és 77-es Adamcsek Máté. Mindjárt megnézzük a mieinket, Ostermayer Gábor egyébként a vendégek vezető edzője. Akkor én természetesen visszaköszönök udvarias vendégként. Na most nem ez az első három olyan spori, akinek hiába köszön az ember, ők viszont nem köszönnek vissza. Lehet, hogy ez a fekete színű ruha másra tanítja őket. És próbált meg zavart okozni. Tóth Tibi lép el. Tóth Tibi! És ott a vezetés! Tóth Tibi a gólszerző. Na! Ez nagyon szép játék volt. A 9. percben járunk, és vezet a Dunaújváros. Kedves közönségünk, itt a vezető gólos, a Dunaújváros 13-as számú játékos, aki nem más, mint Tóth Tibor Leóti! Nincs lesen, megint Tóth Tibi megy, ott egy becsúszás, és se hírkezett oda! Azt a betyárját meg lehetett volna akár a második. Király szerez jól labdát. Király ível középre. Szepesi lehet még. Itt reklamáltak a vendégek. Oda kell figyelni. Ott egy lövés, ez elmegy. A sorfalat. Ott az ívelés. És húha, hát ilyen még nem volt, hogy akkor, amikor a mérkőzést akár meg lehetne fogni, vagy meg lehetne nyerni, akkor odaérjünk, és megint Tóth Tibi ért oda. Kipattanót várja itt a rövid oldalon. Hoppá! Nem sok kellett Szeminek. Szepesi. Labda volt, nem volt ott semmi gond. Nem volt szabálytalanság. Tóth Tibi. Tóth Tibi még! Adamcsek tovább. 16-osan belőtt nem kell bántani senkit. Báló érkezik, Báló elrúgja, jó. Nagyon-nagyon látszott, hogy Tamás azt el fogja vállalni. Sándor, jön a kapus, senki nem bántotta. Nikházi lő, lepattanó labda, jó. Haszócsik. Ez viszont szép szerelés Barnától, és ez is jó. Szepesi, áh! Jó az, Csehi! Test a test elleni ütközés volt, ez így mehet tovább, mutatja a játékvezető, ez pedig túl mély. Megint harcos volt Nagy Ádámmal szemben. Alasz, se itt. Szépen. Bagó. Csehi. Megvárja a társakat. Csehi. Jól fordít. És az ívelés is jó, de azt meg Rácz húzza le. Lasics volt, aki megpróbálta távolról. Na most figyelni itt Barnának ezen az oldalon. Jó. Szerencsénk volt, csendes, még estében is el tudta fejelni a labdát. Lehet, hogy a legegyszerűbb megoldás a legjobb ilyenkor, mert és nem jutott messzire a labda, és a túloldalon Nikházin nincs senki. Kecskés,
Eljön a labda, fejeljük el, jó. Elmegy fölé. Ez var a szabadrúgás. Na most megvolt a sípszó. Beindulnak a miaik. És jött a kapujából Rácz. Na ez most jónak tűnik, oda legalábbis az íve jó volt. Csehi! Nem vállalt el egyből, Tomi. Jó váltás, ott a középre ívelés. Vaszócsik jött, őt köklözött. És egy lövés, jó, Vaszócsik véd, bravo Viktor. Az vara. Az ívelés lapos lett, majdnem így lett, jó, hogy megcsúszott egy vendégfiú. Az is jó, még a labda viszont másik irányba pörgött, nem arra, merre szerettük volna. Ott a lepattanó, Barna! Kiben akadt meg? Tóth Tibiben. Jó. Az a milyen lesz? Tóth Tibi, ez még jó lehet. Tóth Tibi gyorsít rá! És nagyon nagyot véd a vendégkapus. Mehet tovább. Márk. Igen, magasra emelt a lábát. Gyerünk, gyerünk Tibi, lehet menni. Tóth Tibi, utoléri hát. Tóth Tibi még, és ott a kipattanó, és nem tudunk vele mit kezdeni. Hoppá, és utána Tóth Tibit megüti a kapus. Ez hihetetlen. Szepesi, Tóth Tibi, finom mozdulatta, gyerünk Tibi. Barna Zsolt, át a röv hosszúra. Ez vara mehet ott a túloldalon, benne van a játékunkban az újabb gól. Szepesi fölött elmegy egy centikkel, egy kicsit alacsonyabb a labda. Szép, bravo. Királyt próbálja megfuttatni. Rácz jött a kapujából. Szepesi, Király, szépen jött előre, Tóth Tibi, ez is szép játék, Király Zicser, be kell lőni! És ott is van! Király, hogy előre tört! Azt a betyárját, hát ez kellett hozzá! Király gól! Nagyon szép találat! Zavara. Tóth megy oda zavarni, és jól is teszi Tóth Tibi! Nagyon zavarba hozható ez a paksi védelem, Zavara lőtt! Legyen még erőnk a végére, fiúk! Gyere, feküdj rá! Oké, Viktor! Szepesi! Centikkel mellé! Báló! Vaszócsik figyel a kapuban, nem kellett közbeavatkoznia, még most meg már igen. Ja, középre ment a fejes. Nem, rárukta, jó az. Jó lenne, hogyha sikerülne behúzni ezt a mérkőzést, és akkor mondom, amikor már csak a hosszabbítás pillanatai következhetnek majd, hiszen remek sorozatot tud magáénak a Dunaújváros. Jó van, Viktor rajta volt ezen a kecskés lövésen.